Megnyitójában Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre vármegyei elnök is elismeréssel szólt a nevezett csapatokhoz, amiért vállalták, hogy megmutatják a zsűrinek, milyen kolbászt tudnak adott idő alatt beízesíteni és betölteni. Nyilván, hogy most végig kóstoltam a kolbászokat még nyers formátumában, sok-sok különbség van. Nyilván mindenki a saját házi receptjét, amit a felmenőitől hozott magával, nagyapáktól, nagyszülőktől, dédszülőktől, a titkos családi receptek forognak kézen közön. Mindegyiknek van egy kicsit más íze. Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló az, és szerintem természetes is, hogy mindenki azokat a megszokott 40-50 éves ízeket keresi, amelyet gyerekkorában kóstolt először. Ugye a hagyományos recept szerint legalábbis, amit én is kaptam még a nagyszülőktől, az szerint só, bors, paprika és egy kis fokhagyma az, ami alkotja a kolbász összetevőit. A mai gasztronómia azonban nyilván arról szól, itt látjuk a különböző médiákon keresztül, hogy kísérleteznek. Tesznek bele különböző ízeket, egzotikus fűszereket, tehát biztos vagyok abban, hogy lehet, hogy a mai rendezvényen is találkozunk ilyen egzotikus kolbászokkal, de a hagyomány az a megszokott több száz éves íz, amit a nagykunságban elkészítettek, biztos vagyok abban, hogy ebből lesz azért a legtöbb, ma is, és szerintem a jövőben is. Én gyerekkoromban imádtam a kolbászhús kóstolgatni, mindig nagymamám rám szólt, hogy akkor most már hagyjam abba, mert kell majd a bélbe is tölteni. Most nincs itt már a nagymamám, és nem tud rám szólni, tehát kóstolgathatom kedvemre. Nagyon jó, nagyon finom kolbászok, olyanok, amilyenek a karszagi kolbász, amilyenek lenni kell, amilyen minden ízre emlékszünk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó ez a kezdeményezés, hiszen minden benne van, amit mi karszagiak itt a környékben szeretünk. Sok mindenben konzervatív vagyok. A kolbász is persze elkísérletezgetünk, de én azt szeretem, hogy a kolbász az kolbászízű legyen, só, bors, fokhagyma, paprika legyen benne. Annyiban még benne vagyok, hogy lehet olyan kolbász, amiben nincs piros paprika, tehát fehér kolbász, de én a disznótorost úgy szeretem, hogyha hagyományos ízű. Ha az ember elmegy egy egzotikus étterembe, ott megkóstolja különleges ízeket, de én azt gondolom, hogy a karszagi kolbász ízesítőnél maradjunk a hagyományos ízeknél, mert az a legjobb, és évszázadok óta ez a recept vált be. Én azt gondolom, hogy évszázadokig ez is lesz. Huba Imre elnök úrral beszélgetünk arról, hogy ön szerint milyen a finom kolbász, ami az ön gyerekkorát idézi. Mindenképpen kellően fűszeres, de nem túl fűszeres. Érezni lehet benne mindent, de az arányokra, a harmóniára, a bőléletnek, az ízesítőnek oda kell figyelni. Ne legyen se túl kemény, se túl puha. A lehetőség szerint a bél a sütés végére ne repedjen ki rajta, és hogyha kisült, akkor legyen hozzá savanyú kisdinnye, legyen hozzá kovászos uborka vagy csemege uborka, legyen hozzá egy kis mustár, finom, foszlós, fehér kenyér, és amikor még én gyerekkoromban ennek a hagyománynak a egyrészt a megélésére, másrészt még a továbbadására lehetőséget kaptam, akkor még málna szörppel kocintottunk. Most már, hogyha lehet, akkor egy kis jófajta pálinkával, esetleg egy kis vörösborral, ha megadja a Jóisten. Én azt gondolom, hogy a kolbász készítésnek számtalan variációját látunk már. Egyrészt nem csak sertéshúsból lehet készíteni kolbász, hanem nagyon sok minden másból. Mi is készítettünk annak idején rackajúból kolbász, és az is nagyon finom volt. A lényeg az, hogy eltalálja az arányokat, és eltalálja vagy a hőkezelés, vagy pedig az érlelés során az ember azokat a technológiai folyamatokat, amivel a végén azt a gasztronómiai élményt tudja nyújtani a kolbásszal, amit az eredeti szándéka szerint szeretett volna. És a csapatok rendkívül sokféleképpen kezdenek hozzá, de a végén ember legyen a talpán, aki meg tudja különböztetni egymástól a kolbászokat ránézésre. Én azt látom, hogy az alapanyagok tekintetében maximalisták a csapatok, tehát kifejezetten a legjobb alapanyagokból dolgoznak, és mindenki oda teszi a szívét, lelkét, szinte tolómérővel lehetne mérni a kolbászok átmérőjét, ezeknek a kis daraboknak a hosszát, és amikor a serpenyő megtelik vele, olyan húszosos látvány, mint nyersen is, hogy az ember legszívesebben megenné nyersen, de hát nyilván megvárjuk, amíg kisülnek.
A városi sportcsarnokban 22 karcagi és környékbeli csapat vállalta a megmérettetést. A csapatoknak a feladata az, hogy beízesítsék az általunk kiadott darált húst, és abból elkészítsék az ő általuk megfelelőnek ítélt kolbászt, amit majd a zsűri fog eldönteni, hogy milyen igazából. Itt a zsűri elmondta, hogy mi mindent fog majd nézni, de én azt gondolom, hogy a rendezvény azért is fontos, mert látunk családokat, látunk gyerekeket, unokákat, nagypapákat, tehát tényleg egy családi rendezvény lett ez a mai nap. Így van, és nagyon örülünk neki, bár mi nagyon szerettük volna szabadtéren megrendezni ezt a programot, de sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de én azt gondolom, hogy itt benne a sportcsarnokban is egy nagyon jó hangulatú rendezvényen tud részt venni minden kedves ide látogatónk. A néptáncosok mindjárt kezdik a műsort, és utána pedig azt gondolom, hogy a 3 plusz 2-re is nagyon sokan kíváncsiak, de az eredményhirdetés már van két olyan rendezvénynek a része, ami már korábban megtörtént, és ma fognak kiderülni a győztesek. Hogyan lesz a délután? Így van, délután a 3 plusz 2 együttest követően először a keltészta sütő versenynek az eredményhirdetése fog megvalósulni, majd a pálinka zsűri eredményhirdetése fog megtörténni, és végül a mai nap főszereplőinek, a kolbásznak lesz az eredményhirdetése. Legtöbben a hagyományos ízesítéssel, de volt, aki gyömbéres, köményes vagy paprikamentes fehér kolbásszal nevezett. Gyömbéres kolbászoztunk. Megpróbáljuk a első helyet elérni. Itt Karcagon nem szokás ez a gyömbéres kolbász. Megpróbálunk hát, hogyha ízlik mindenkinek, aki kóstolja. Úgy tudom, hogy önök azért különleges kolbászokat is hoztak ide kóstolónak. Ezek milyenek? Hoztunk többfélét. Van paprika nélküli kolbászunk, paprikás, csípős, édes. Van szalámiből, műbélbe töltött, rendes, természetes bélbe töltött szalámink is vannak, különböző ízesítésben. Nekem nagyon furcsa volt a gyömbéres kolbász. Ez honnan jött? Ezt én a receptjeinket, azt mind magunk készíte, állítottuk elő, és megpróbáltuk, próbáljuk meg, hogy mi lesz belőle, és tehát sok mindenkinek íz lett. Amivel a zsűrihez pályáznak most abban a hagyományos dolgokon kívül, akkor csak a kömény, ami pluszban van? A gyömbér van pluszban, semmi más, a többi sógors, paprika. És a gyömbér ennyi, tehát a hagyományt próbáljuk őrizni, de viszont egy kis újat vinni bele, a modern kor. De akkor köményt önök sem tesznek, csak gyömbért? Ebbe a kolbászba nem tettünk köményt, amúgy szoktunk tenni. Most ezt a receptúrát tanáltuk, kibeszéltük meg a családdal, és arra döntöttünk, hogy ezt hozzuk el. Majd jövőre próbálunk mással. A lévai nagy csapata, Nagy Imrével beszélgetünk arról, hogy milyen is a jó karcagi kolbász önök szerint. Szerintem az nagyon függ a hús minőségétől, a legyen benne kellően száraz hús, zsíradék és a fűszerezés, ami a nagyon-nagyon lényeg. Muszáj, mindenkinek, minden családban van egy különleges íz, amit kitalálnak. Kitalálnak, ezt viszik évtizedeken keresztül hagyományként a családon végig, tehát próbálunk ehhez alkalmazkodni mi is még. Akik még tartjuk így ezt a nem disznótort, hanem csak a kolbász ízesítést. Mert végeredményben disznótortor az másból, sok mindent kell ízesíteni, itt már csak most csak kolbászt. És egyébként akkor ezek szerint csak a hagyományos fűszereket használják? Igyekszünk a hagyománynak megfelelően végezni ezt a töltést, de viszont én szoktam kísérletezgetni is a kolbásszal. Kipróbáltam már többféle ízzel, nem kell tőle félni. Nyugodtan bele lehet kavarni a kolbászba kis mazsolát, egy kis aszalt szilvát, aszalt gyümölcsöket. Különleges ízeket lehet vele elérni, de az csak frissen sütve jó. Tehát már szárítani az ilyesmiket nem lehet, csak frissen sütve, akkor nagyon-nagyon finom. Különleges ízek jönnek elő. A kemény mag az rendszeresen ott van a dobogón, azt gondolom, hogy mai nap is így indultak. Erről kérdezem Ling Robertet, akit most gyorsan kinevezett a csapatkapitánynak. Milyen érzéseik vannak, hiszen már javában töltik a kolbász. Reméljük ismételten sikeres eredményt fogunk elérni. Egy ilyen kis negatív dolog van ezzel az időjárással kapcsolatban, amikor nem a szokott helyen vagyunk, akkor nem érjük el azt az eredményt, amit várunk.
de reméljük, hogy most ezen a rendszeren tudunk egy picit változtatni. A hagyományokhoz ragaszkodunk, ugyanazzal a receptúrával dolgozunk, mint eddig is. Mit kell tudni a csapatról, hiszen van egy fiú része az asztalnak, és vannak a lányok, akik a dekorációval vannak elfoglalva. Igazából közösen megy az alkotás, ha úgy fogalmazhatjuk. A lányok a szépségre, mi az ízre megyünk. És ki az utolsó ízlelő? Hát én szoktam lenni a fő ízlelő. És akkor hagyományosan készítik, vagy van valami extra dolog is? Nem, semmi, csak sóból, só, paprika, ennyi, hát semmi más. Tehát ilyen gyömbér, birkahús, ilyesmi nem megy bele. Nagy György Jenővel beszélgetek, hiszen a karcagi birkafőző csapat itt van, és azért általában mindig a dobogón szoktak végezni. Hogy indultak a mai napnak? Ugyanúgy, hogy nyerünk ma is. Tehát ez nem kétséges. Nem, sokadik éve, az elejétől fogva itt vagyunk, mindig úgy mondanak, miénk a legjobb kolbász szerintünk. Mi a titka ennek a kolbásznak? A kolbászt egyszer már feltalálták. Szerintem nem kell ebbe gyömbér, nem kell ebbe különleges dolog. A saját kis házi ízeinket tesszük bele. Szerintem ez a titka. Akkor most is így készülnek? Pontosan. A fokhagymán, borson, köménymagon és a són kívül, paprikán kívül gyakorlatilag semmi más nincs benne. De már egy összeszokott csapatként dolgoznak itt, hiszen, ahogy ön is mondta, évek óta. Esetleg a feleségek miben segítettek, hiszen a zsűri azért nézi a tálalás, sok-sok minden. Nagyon sokat segítenek a hozzátartozóink, feleségeink, hiszen ők pakolnak fel, ők pakolnak majd el is, segítenek előkészíteni a fűszereket, a belet, akármi, úgyhogy nagyon jó kiszolgálnak minket. A színpadon fellépett a Déliné Kulturális Központ Pántlika Néptánc csoportja és a Tiszafüredi Ifjúsági Tánc Együttes, akiket a Pipász zenekar kísért. Őket Karcagi Nagy Zoltán és Andi műsora követte. Ebéd után pedig a 3+2 együttes koncertjére ropták, többen is a táncot a csarnokban. A kolbász ízesítő versenyhez két már korábban lezsűrizett verseny értékelése is kapcsolódott. Az egyik a házi keltésztás süteményeké. A 34 nevezőből Somogyi Péterné, Disznós Andrásné, Lesják Brigitta és Kovácsné Vadai Viktória Judit vehetett át aranyminősítést a Lacik Dénesné vezette zsűritől, és még 4-4 ezüst és bronzdíj volt, de a kiíróknak és támogatóknak köszönhetően mindenki kapott ajándékot és oklevelet. A házi pálinkák versenyét Szilágyi Sándor vezette zsűri is már korábban értékelte. Itt 28 pálinkafűző nevezett több mint 80 pálinkával, köztük több különleges ágyas pálinkával is. Volt, aki 6 pálinkát nevezett, és abból 4 dobogós lett a zsűri értékelése alapján. A szakmai zsűri nem volt könnyű helyzetben, hiszen a legkiválóbb pálinka címért két azonos pontszámú első hely közül újra kóstolással döntötték el, melyik lesz a fődíjas. Aranyat kapott a zsűritől Nagy István, Combos István, Tóth Gábor, Gyermán Ferenc, Hajdú Szabolcs, Székely László, Kis Csaba, Nagy Imre és Gyűri Sándor. Kiemelt aranyat érdemelt a karcagi Nagy Imre pálinkája. Most is indultam 3,5 évvel. Bízom benne, hogy valami eredmény megint csak lecsóran. A pálinkára nagyon odafigyelek, mert totál cukormentesen készül minden. Szefrézésre nagyon oda kell figyelni, azon múlik lényegében az egész. A főzés az már csak egy utód dolog. Az ízlelés az meg a legjobb. A Champion díjat Nagy István kapta a Gyimes felső lokról. Szepesi Tibor polgármester itt jelentette be, hogy május 10 és 12-e között Karcagon rendezi meg a Nemzeti Pálinka Tanács az országos pálinka versenyét hazánk legjobb pálinka fűzői részére. Ehhez kapcsolódóan május 13-án óriási pálinka fesztivál lesz a Nagy Kunság fővárosában. A Kis Norbert vezette kolbász zsűri sem volt könnyű helyzetben, hiszen azonos pontszám miatt ők is 2 bronzérmet adtak ki. Úgy látom, hogy amúgy felkészültek nagyon a csapatok. Aki először van, az is egészen jól felkészült. Hát figyelembe veszünk most a töltést. Az íz az, ami nagyon fontos, a színe, és hát nyilván majd sütéskor válik ez teljessé, úgyhogy én már azt várom igazán. Most megnézzük, hogy ki mennyire tisztán dolgozik, mennyire precízen, milyen csapatmunka, tehát egy dolgozik, öt csinálja, vagy öt dolgozik, egy nem csinálja. És hát látod különleges kolbászokat, hiszen mi is beszéltünk olyanokkal, akik
különleges fűszereket is tesznek bele. Erről mi a véleménye? Megmondom őszintén, hogy számomra a karcagi autentikus kolbász, ami miatt ugye engem ide felkértek, hogy ezt kell nézni. Tehát ez ilyen fahéjas, csillagánizsos kolbász, nem igazán szívlelem, lehet finom az is, vagy egy aszalt szívás, ugye hallottam itt a régebbi versenyeken, hogy szoktak ilyet csinálni. Úgy gondolom, hogy most nem ez a prioritás, úgyhogy egy sima, hagyományos, autentikus kolbász keresünk, ami elviszi majd a prímet a végén. A karcagi nagykun gazdakör és a Kovács Imre is családja csapat kolbásza lett a harmadik. Mi hagyományos karcagi ízesítésre készítettük el, tehát só, bors, fokhagyma és jó minőségű tört paprika. Ennyi, ez a titka. És ki hagyta jóvá, ki volt az utolsó kóstoló? Hát az egész csapat. Tehát ez egy csapatmunka volt, reméljük, hogy sikerült. És ő már nem első alkalommal tölt, tehát azért van benne rutin. Mennyi idő alatt lettek kész? Hát ezt egy fél óra alatt meg lehet csinálni. Tehát ezt fél óra alatt megcsináltuk. Keveréstől bélbekerülésig bőven. Esetleg majd legközelebb is életeznek-e valami különleges fűszerrel? Hát mi nem nagyon szoktunk, mert nekünk ez a recept bevált, tehát nekünk ez a finom. De egyébként kóstolt már más ízesítésű kolbász? Természetes, mert arra, hogy megyünk 30 kilométerrel, akkor már a hurkába raknak majorannát is. Én azt is szeretem, de itt a nagykunságban, tehát itt a karcagiak ezt szeretik. Ezt szoktuk meg, ez a finom nekünk. Ezüstérmet a Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület csapata. Első díjat a tűzokádók vehették át a zsűritől. Reméljük, hogy legalább olyan jó lesz, mint a két évvel ezelőtti. Igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében. Mit kell tudni a csapatról? Hát a csapat abszolút egy tűzoltó, baráti társaság, így kell, hogy fogalmazzak. A tiszapüreli tűzoltóságról, a karcagi tűzoltóságról. Ez már egy évek óta együttműködő jó menő társaság. És hát azért látjuk, hogy a feleségek, párok is kitettek azért, hogy itt ma jól sikerüljön minden. Ezt a napot megpróbáljuk ennek szentelni, hogy ne csak maga a kolbász ízesítés, ne csak maga a rendezvény legyen sikeres, hanem egy ilyen csapatépítő, egy családépítő és egy jó hangulatú rendezvény legyen számunkra is. Mi mindent hoztak még a mai napra? A reggeli tálalástól kezdődően az italfinomságokon keresztül, és legfőképpen a jó kedvet, ezt hoztuk magunkkal. És hát hallottuk, hogy van itt nagymama által készített káposztás pogácsa, tehát sok-sok olyan dolog, ami a hagyományokat őrzi. Természetesen ilyenkor azért már egy hosszú időszak megelőzi ezt a felkészülést. A nagymamáktól, a négy nagymamáktól, a családon keresztül mindenkit megpróbálunk bevonni abba, hogy ez a rendezvény minél sikeresebb legyen számunkra. Külön díjas lett a rendészet csapat, az aperitív törzs csapat, a Daniel Family és a Kovács Trió csapat. Hagyományos, ahogy tanultuk a nagyapáinktól, apukáinktól, 30 éve kavargatom, készítgetem, vágok, nagyon sok szízót szoktam vágni. Úgyhogy én saját magam hagyomány szerint készítem a kolbászt. Itt mondták már, aki többen, hogy a paprikán is nagyon sok múlik. Milyen paprikával dolgoznak? Hát kalocsai paprikával dolgoztunk. Hát mindig ugyanazzal? Igen, mindig ugyanazzal dolgozom, persze. Egy helyről szoktam vásárolni, van egy jó barátom, aki ezzel foglalkozik, őtől azt szoktam vásárolni. Próbálkoztak már esetleg különleges ízesítéssel is? Csináltam, meg szalámit is készítettem, de ami szalámit én készítek, az 6-7 hónap mire beérik igazán. Én nekem ez az igazi szalámi, úgyhogy. A támogatóknak köszönhetően minden induló kapott oklevelet és ajándékot.